sziasztok! Az elkövetkező néhány videóban az izraeli utamat fogom bemutatni, ahol két hetet töltöttem 2018. decemberében. De mielőtt bármi mást is mondanék, légy szíves iratkozz fel a csatornámra, hogy az elsők között értesülj, mikor új rész készül el. Tel Avivba Londonból repültem a floridai kirándulásom után, és a sok repüléstől rendkívül elfáradtam. Heathrowból este 10-kor indult az El Al járata, amit az izraeli nemzeti légitársaság üzemeltet. Az El Al nagyon szigorúan veszi a szabályokat, és emiatt sokszor késve indulnak a repülők, mert plusz ellenőrzéseket hajtanak végre. Engem is rendesen átvilágítottak, de azért szerencsére kényelmesen elértem a repülőt. Az El Al-lal repülök éppen Tel Aviv felé, és most szolgálták fel a vacsorát. A repülőút Londonból Tel Avivba 4 óra 5 perc, és én a turista osztályon utazok. A szendvics az nagyon finom, pasztrámi, mustár, meg savanyú borka fehér kenyérben. Hajnal 5 óra van, és szállunk most le Tel Avivban. Hajnal 5.30-kor landoltunk Tel Avivban, ahol megint átestem pár vizsgálaton, utána pedig felvettem a bérautót, és már indultam is Eilatba. Az izraeli utam során eljutottam Tel Avivtól Eilatig a Hold tenger mentén, aztán pedig meglátogattam Jeruzsálemet és egy-két várost a gázai övezet közelében. A két hét alatt sokat sétáltam, felfedeztem rengeteg nemzeti parkot, és még búvárkodtam is a tengerben. Az út Eilatba a sivatagon keresztül vezet Jeruzsálem és a Hold tenger mellett. Jeruzsálembe egy kicsit később mentem el 4 napra megünnepelni a születésnapom, amit majd egy másik epizódban mutatok meg. Eilat felé tartok a 90-es főúton, ami Jeruzsálemből visz le egészen a Vörös-tengerpartig. A Hold-tenger Tel Avivtól kb. Másfél-két órányira van, de a szabad strandig kicsit délebre kell menni. Éppen a Hold-tengernél vagyok Izraelben, ahol az előbb egy kicsit lubickoltam, de mondjuk nem mentem be teljesen, mert azért ahhoz túl hideg van így december közepén. Ezt a helyet Ein Bokeknek hívják, és a Hold-tenger déli partjánál fekszik, ahol így ki van építve a tengerpart, a Hold-tengerrel szemben pedig egy rakás hotel található. Az az igazság, hullafáradt vagyok, mert tegnap előtt még Miami-ban voltam, aztán tegnap reggel megérkeztem Londonba, hazamentem a hátizsákomért, aztán meg úgyi ki a reptérre megint, és ma reggel hajnal 5.30-kor landoltam itt Tel Avivban. Én úgy tudom, ez az egyetlen izraeli tengerpart a Hold tengernél, ahol ingyen van a belépő, az összes többi tengerpart az belépőjegyes, és a legolcsóbb belépőjegy az 65 vagy 70 sekelbe kerül. Itt pedig 2 órára leparkoltam 10 sekelért, és ettem ebédet, aztán meg elmentem úszkálni egy kicsit. Én tavaly is voltam itt, és akkor is itt leparkoltam, ahol 5 sekel per óra a parkolás, és utána pedig itt van a tengerparton gyönyörű szép homokos fekvőhely, ahol lehet napozni, ha meg túl meleg van, akkor be lehet menni ezekbe a kis fedett részekbe, ami a vízbe van. Eilatban már voltam tavaly egyszer, akkor 4 napot töltöttem ott a tengerparton, nagy részt sátrazva
egy ilyen hippi helyen. Most viszont úgy döntöttem, hogy befizetek egy hotelbe, ami a tengerparton van, és mivel most a téli szezon van, így sokkal olcsóbb a hotelszoba ára. Ezek a mellettem lévő halmok egy izraeli műtrágyagyárnak a melléktermékét képezik, amik az évtizedek során itt földgyűlemlettek a bányászat és feldolgozás során. Még kb. 200 km van hátra, ami olyan 2,5 órába fog telni nyílegyenes utakon végig a sivatagon keresztül. Eilatban már naplemente után értem be, így aznap már sajnos nem tudtam azt megnézni, de azért még elmentem a városba sétálni és vacsorázni. A hotel, ahol megszálltam, nagyon jól nézett ki, és majd a következő részben jobban bemutatom. Ezt a helyet Ice Mall-nak hívják, ami arról híres, hogy a bevásárlóközpont kellős közepén van egy fotballpálya méretű jégkorcsolyapálya, amit majd mindjárt megmutatok belülről is. Ezt elfelejtettem elmondani, hogyha nem tudnátok, Eilat az a sivatag kellős közepén van, és itt évente nem tudom hány, hát szerintem 100 mm, én nem hiszem, hogy több eső esik, de azért egy ilyen jégkorcsolya pálya elfér itt is. Tegnap előtt este ebben a Manga gyorsétterem láncban vacsoráztam, csak mire kihozták a kaját, addig a totál elfelejtkeztem róla, hogy le is kéne videózni. Vacsora után elmentem aludni, mert addigra én már hullafáradtnak éreztem magam. A hotelben olyan csend volt, hogy másnap reggel délig fel sem ébredtem. A nagy kimerültséget a hotel medencéjében és a tengerparton pihentem ki napozva és búvárkodva, de erről majd részletesebben beszámolok a következő néhány részben. Remélem tetszett ez a rész is, és ha igen, légy szíves iratkozz fel a csatornámra és lájkold a videót.